A kiállításon megtekinthetők a kisújszállási Dávid Kisborbála amatőr természetfotós képei és Albert Krisztián karcagi háromszoros Európa-bajnoki címmel rendelkező preparátor munkái. Albert Krisztián a közelmúltban megvédte Európa-bajnoki címét a 13. nyílt európai taxidermia bajnokságon Salzburgban. Idén került megrendezésre itt a legutóbb az Európa-bajnokság, szintén Ausztriában, Salzburgban, mint ahogy néhány évvel ezelőtt is, aztán sikerült másodjára megvédenem az Európa-bajnoki címem, tehát harmadjára nyertem el csontváz kategóriában az Európa legjobbja díjat, egy vízenfutó szárcsa csontváz kompozíciójával, ami egyrészt a csontvázból áll, másrészt pedig víztiszta műgyantából, most még egy kis vízcsobbanást is készítettem hozzá, mint művészi installáció. A fiatal preparátor győztes versenymunkája egy vízenfutó szárcsa csontváz kompozíció volt, amely a kiállításon is látható. Reméli, hogy egyszer külföldi múzeumokba is eljuthat preparátorként, és egy saját bemutatóházat is készíthet Karcagon. A jövőbeli tervek között az szerepel, hogy tényleg egy saját hely legyen, ahol kiállíthatom ezeket a munkákat. Már most alakulóban van, mondhatjuk. Sikerült már most egy házat megvenni, ahol úgy tervezem, hogy lenne már egy hely, ahol egy saját kiállítás nyílna. Lehet, hogy ez valószínűleg egy hivatalos kiállító teremmé lenne téve. Azzal, hogy megvitte Európa-bajnoki címét, ami már a harmadik, nemzetközileg is elismertebb lett szakmai körökben. Én igazából izgultam a versenyen, nagyon jó versenymunkák voltak még a kategóriámban, úgyhogy megizzasztottak, azt kell mondanom, főleg egy holland versenyző részéről több csontváz is érkezett, ami igazán megállta a helyét. Végül aztán így alakult, hogy sikerült igazából fölé kerekedni, úgyhogy sose lehet biztosat mondani. Meg kell dolgozni a sikerért. Egyelőre még most élem a hétköznapi életemet, és akkor mellette már most azért úgy tűnik, hogy sikerült tényleg bizonyítani valamit. Lennének már most talán olyan nemzetközi kapcsolatok, amik alapján kijuthatnék akár külföldi múzeumokba, és akkor az ottani technológiákat tanulmányozzam. Elég sok múzeum küszködik azzal, hogy nincs csontvázas szakember. Dávid Kisborbála, a Kádas György Egymi Karcagi Intézményének népi kézműves oktatója, hobbi fotós. Egészen gyerekkorra nyúlik vissza ez a természet, fotózás igazából. Sokat jártam a természetbe, édesapám vadász, és ő ismertette meg velem a természet szeretetét. Innen adódott, valamint madarásztáborokba jártam gyermekként, és ott ugye megörökítettünk különböző fajokat, úgyhogy itt nyílt ki már gyerekkorban az érdeklődésem a természetvédelem és a természet szeretete iránt. A szakma nagyjaitól tanulta meg egy képzésen, hogyan kell a természet rezzenéseit megörökíteni. Két képemen is látszik a kedvenc madaram, a gyúrgyalag, ami egy nagyon színes, nagyon-nagyon-nagyon szép madár. Ezt egy gyúrgyalag telepen szoktam lefotózni, puszta monostorban, de igazából minden állat közel áll a szívemhez, úgy a madarak, úgy a nagyvadak visszaköszönnek a képeken, a hattyúkat nagyon szeretem, őket a berettyónál szoktam fotózni, de kedvenc területeim a Karahát, a Varjasi erdő, a Csordajárás, de akár a Kecskeri pusztán is nagyon szívesen járok és fotózom. Kedvencei a kismadarak, akikre képes órákat is várni, akár a természetben, akár az általa kialakított saját itatós lesénél. Sokszor több órás cserkelések után sikerül egy-egy fajt lencse végre kapni, ami nagyon-nagyon izgalmas, mert nagyon szeretek egyedül sétálni a természetbe, borzasztóan meditatív állapotba kerülök, nagyon szeretek egyedül lenni, de lesben is szoktam fotózni, és ott is igen, órák hosszáig lesben kell ülni, szépen csendben várni a kiszemelt fajt, úgyhogy izgalmas, csendes, meditatív tevékenység, nagyon kikapcsol. Szabad idejében a fotózás mellett önkénteskedik is. Igyekszem a pedagógusi munkámba is bevonni a természetvédelem szeretetét, valamint a gyerekeket érzékenyíteni a természetvédelem fontossága iránt. Járunk teszed akciókra, füles baglyokat számlálunk, ugye az idén így sikerült lencse végre kapnunk meg pillantani az albinó baglyot, úgyhogy igyekszem munkám során is beépíteni ezeket a dolgokat, ezeket a szép természetes dolgokat. Meg ugye munkámból adódóan, mivel természetes anyagokkal foglalkozom, kosárfonó szakoktató vagyok, ezért ott is fontos, hogy a természetes anyagok visszaköszönjenek a munkámban. A környezetvédelmet a természet szeretetet tanítványaival is megismerteti.